Biztos ismeri mindenki a mondást, hogy a nyári alak télen készül, de talán még így tavasszal, április elején azért nem lesz késő elkezdeni ezt a folyamatot. Ebben segít nekünk ma este Rugosi Mónika. Szia Mónika, te ugye aerobik oktató, személyedző, testépítés és fitness edző is vagy egy személyben, és hát gyakorlatilag úgy gondolom egy picit táplálkozás tudóssá is kell válni, hogyha valaki ugye ezzel a dologgal foglalkozik, mint te már hosszú évek óta. Ne kezdjük szerintem onnan, hogy most hány százalék a mozgás és hány százalék az étkezés, de egy különleges hírrel jöttél ide ma este, mégpedig azzal, hogy van egy új csodamódszered? Igen, sziasztok! Tényleg régóta foglalkozom már ezzel, és az a meglátásom, hogy a korábbi módszerek nem mindig működnek. A múlt században, mondhatom így, elég volt csak mondjuk egy kalóriatáblázatot magad elé venni, és akkor kalóriákat számlálni, és általában sikerült is lefogyni az embereknek, hiszen ez az alapja, hogy mennyi kalóriát viszünk be, de a mostani étrendünk alapján már nem. És ennek az az oka, hogy nagyon megváltozott az étkezési kultúránk, és az alapanyagok, amiket elfogyasztunk, tehát sok az úgynevezett junk food, ami szemétnek számít, és mi ezt bevisszük, és ez különböző hormonális elváltozásokat okoz a nőknél, férfiaknál egyaránt, főleg a 40-en túli nőknél jelent ez hatalmas gondot, és nagyon nehéz nekik ezt a fogyást megoldani. Tehát akkor nem véletlen, hogy ugye egyre népszerűbb ez a téma, mert gyakorlatilag egyre nagyobb a kihívás, hogy egyrészt egészségesen éljünk, másrészt, hogyha akár tényleg mondjuk tudattalanul is bevisszük ezeket a káros anyagokat, hogy hogyan szabaduljunk meg tőle. Ezt jól mondod, és pont ez az új trendnek az alapja, hogy nem fogyókúrával kezdünk, hanem egy nagyon komplex méregtelenítéssel, hiszen rengeteg olyan ösztrogén tartalmú például anyag van a szervezetben, ami nagyon sok problémát okoz, vagy nagyon sok pajzsmirigy beteg van, vagy nagyon sok inzulinrezisztenciás páciens van, akiknél már nem lehet hagyományos módszereket alkalmazni, és ezért egy nagyon komplex méregtelenítést végzünk, ami arról szól, hogy egy nagyon jó alapanyag, főleg növényi tápanyagra és egészséges tápanyagra vonatkozó levet iszunk, és ezek után még bevisszük a megfelelő vitamin és ásványi anyagpótást, hiszen nem elég a szervezetet sanyargatni, mert a fogyókúrák többsége az egy sanyargatás gyakorlatilag, és betartjuk azokat a szabályokat, amik segítik a fogyást, a napi többszöri étkezést, a rendszerességet, és azért jó ez a program, mert így egyfajta életmódot kényszerít az emberre, tehát azt, hogy előkészüljön, mert sokan belevágnak egy fogyókúrába, de mit is egyek, itt van a probléma, és utána jönnek újra a rossz ételek, amiket csak úgy kapkodunk be. Tehát kialakul egy rend, hogy naponta ötször egyen, ehhez készüljön föl, vigyel megfelelő mennyiségű italt, és természetesen mozgás sem maradjon le. És ennek az egésznek még az a lényege, hogy a vitaminás anyagon túl egy megfelelő, szintén nagyon tiszta, főleg növényi fehérjét is vigyünk be, hiszen ilyenkor automatikusan egy kis izomleépülés is történik. És mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a méregtelenítési folyamat elég jól halad? Egyébként gondolom, hogy a személyi edző vagy a személyi tanácsadó, ami mondjuk te vagy, egyrészt figyeli, hogy valóban ne történjen semmi olyan gubanc, ami miatt esetleg orvoshoz kelljen menni, másrészt pedig hát ugye lelket is öntesz a szegény méregtelen nedőbe, aki gondolom, hogy mondjuk ugye a harmadik nap, negyedik nap táján az egy picit megfárad. Igen, tehát sokszor a lelki teher, illetve a pszichés támogatás is nagyon kell a csapatnak, és ezért most például mi elkezdtünk 10-12 emberrel, és most már 15-re bővült a klubtagok száma, és ezeket az embereket így segítem szóban, illetve hát közösségi oldalakon keresztül csoportokat hoztunk létre, üzeneteket váltunk, és mindenki beírja a tapasztalatát, és a tapasztalat a másiknak is egy kis erőt ad. Igen, én is úgy látom, hogy a közösségi oldalakon nagyon-nagyon tudják egymást segíteni, sőt, ami azért ebben a kicsit irigyvilágban meglepő, nagyon örülnek egymás sikereinek, és amikor látják, hogy nem csak különböző amerikai sztároknak sikerült tényleg meglepő változásokon átesni, hanem bizony egyszerű anyukáknak, családanyáknak, vagy akár apáknak is, akkor ez mindenképpen inspiráló. Mit javasolsz? Mire kell felkészülni annak, aki most tényleg
Például én is így vagyok, hogy megszabadulunk ugye a hosszújú és kabát is egyebektől, és akkor azért van egy kis diszkomfort érzet, mert hát rájövünk, hogy télen azért egy picit próbált a test tartalékolni. Mennyire legyen megengedő saját magával szemben, mennyi időt adjon ahhoz, hogy megváltozzon az életmód, vagy azért ezt úgy kell, hogy nagyon-nagyon tudatosan, hogy holnaptól akkor változtatok, mindent ehhez összeszedek, hogy egyrészt mire van szükségem, másrészt mégis mi a hosszú távú tervem, és aztán utána nem várok a csodára, hanem csinálom. Melyiket javaslod? Mind a kettő jó lehet, ez személyiségfüggő is egyébként, tehát ezért nehéz egy általános globális tanácsot adni, mert mindig személyre szabottan kell ezt. Én azt gondolom, hogy a tudatosság az nagyon fontos, az előkészület nagyon fontos, az elhatározást kövesse nagyon gyorsan tett, mert többnyire az elhatározás hálójában vagyunk, és mindig kötjük valamihez. A kifogásoktól próbáljunk meg megszabadulni, keressünk olyan csoportot, akik ebben támogatnak, keressünk olyan embert, aki ebben támogat, és azt gondolom, hogy ennek ez az alapja az egésznek, és utána a kitartás, az egymás támogatás a csoporton belül nagyon-nagyon jó hatással lehet. És mikor kell elkezdeni a mozgást? Azért akkor, amikor az életbe maradásért küzdünk, és egy korgó gyomorral az ember mindenféle tortákról álmodozik, akkor nem biztos, hogy vagy nagyon van kedve mondjuk futni, vagy edzőterembe menni, vagy egyáltalán normális-e az, hogy mondjuk korog a gyomrunk egy ilyen méregtelenítési folyamat során. Nem kellene, hogy korogjon, hogyha megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot beviszünk, akkor nem szabadna ennek az éhségérzetnek jönnie. Természetesen türelmesnek kell lenni, előfordulhat átmenetileg, de azt gondolom, hogy ahogy a táplálék mennyiségét is csökkentjük, és a minőséget előtérbe helyezzük, akkor ez hozzászokik a szervezet, és nagyon sok minden megváltozik. Például megváltozik az ízérzékünk, és akkor egy idő után már nem is kívánjuk azokat az ételeket, amelyek korábban a repertoárunkba tartoztak. Melyek azok az ételek, amelyet mondjuk a szemét kategóriába sorolnánk, és gondolom, hogy a cukor például elsődlegesen egy ilyen, ezután azért általában nagyon sokáig sóvárog az ember szervezete, hogyha kiiktatja az étrendjéből. Igen, ilyen a cukor, akkor ilyenek a szénhidrátok, például a kenyér sem megfelelő. Ha már mindenképp kenyeret akarunk enni, akkor inkább a teljes kiöldésű gabonából készült kenyereket részesítsük előnybe, de ilyenek a gyorsértelmi ételek, vagy azok az ételkombinációk, amivel a szervezet csak küzd, például a szénhidrát fehérje egyszerre történő bevitelénél, a szervezet nagyon-nagyon küzd, mert nem egyszerre bomlanak le ezek a tápanyagok, és ilyenkor jön ez a kaja kóma nevezetű történet, amikor jól a rántott húst megettük a sült krumplival, és azt érezzük, hogy mindenképp le kell feküdnünk délután, természetes, hiszen a szervezet nem tud kétfelé dolgozni. Uh-huh. És akkor ugye annak a vége csak a zsírraktár növekedése lesz. Hogyha már áthangolódik a test, megtanuljuk az egészséges ételeket fogyasztani, és el is kezdünk mozogni, akkor körülbelül mikorra várható tényleg látványos változás, amikor mondjuk a zsírpárnák csökkennek, és az izmok elkezdenek kidomborodni? Én most úgy dolgoztam az embereimmel, hogy egy 9 napos kúrát csináltunk végig, ez volt a nagyon komoly méregtelenítés, és már a második nap után lehetett érezni ennek a hatását, és a 9 nap után nem értem ezeket az embereket, paramétereket, illetve zsír százalékokat mértünk, és már itt komoly csökkenések voltak, de a mozgást mindig belekapcsoltuk. Napi 30 percet javasol ez a program, de én azt mondom, hogy mindig kell szünetet rakni, illetve kellene 2-3 nap a héten, amikor egy kicsit keményebb ez a 30 perc, tehát nem 30, hanem tovább megyünk, és utána adtam nekik egy komplex programot, amivel folytathatják, mert ez a legnehezebb, hogy ne megyünk egy alacsony kalóriaértékű táplálkozásra, és utána, ha hirtelen visszaszük, akkor, amint mondtad, a zsírraktárok fognak töltődni, és egy másfél hónap után újra mértem az embereket, akik követték, és ott már nagyon-nagyon látványos és jelentős változás van. A ti esetetekben mi volt ez a mozgásforma, mondjuk akár a 30 percre, akár a hosszabb időre gondolok? Ez bármi lehet, ami a kedvence. Elsősorban így szoktam kezdeni, hogy ami neked jól esik, de utána mindig ösztönzöm őket, hogy lehetőleg aerob jellegű mozgás legyen, amikor egy picit úgy megizzad az ember, amikor egy futás, kerékpározás, aerobik, egy olyan intenzívebb mozgás, ami azért kényszerítja a szervezetet arra, hogy bekapcsolódjon a szív- és vérkeringés, és ezáltal a méregtelenítés
is beinduljon, hogy elszállítódjanak ezek a méreganyagok. Gondolom, hogy a pályafutásod során azért sok szép sikertörténettel találkoztál. Mi volt a legdrasztikusabb, vagy leglátványosabb változás, amin mondjuk egy általad támogatott hölgy vagy férfi átesett? Én saját magam voltam. Soha nem voltam igazából elhízott ember, de ezelőtt 6 évvel volt egy nagyon komoly életmódváltásom. Változtattam az ételeken legfőképp, és akkor ugyanígy kezdtem, tehát egy komoly méregtelenítéssel, és akkor a másfél hónap alatt 11 kiló ment rólam, ami szintén nem volt nagy súly, 63 kilóból ment le ez a 11 kiló, úgyhogy ez nagyon látványos volt. Hát ezt én is szeretném elmondani, Mónika, úgyhogy lehet, hogy majd bejelentkezem itt a 16-nak a csoportba. Köszönjük szépen, hogy hozzásegítettél legalább lélekben néhány nézőt ahhoz, hogy valóban elinduljon a változás útján.